Ezt a négy területet még nem dolgozta ki senki, egyetlen egy kormányzat sem, csak mi, hogy megint büszkék lehessünk a saját országunkra. Ez meg az oktatási program, amit kidolgozott a magyar kormány, de még a lakhatás és még a hiányzó három terület, lakhatás és foglalkoztatás még nem lett kidolgozva. Nem tudjuk, mit jelent például a közmunkaprogramokon kívül a foglalkoztatás problémájának, kérdéskörének megoldása. Az én tapasztalataim sajnos nagyon rosszak e tekintetben. Nem tudom, hogy kinek mennyire volt lehetősége az elmúlt években járni az országot, vagy mindannyian budapesti lakosok itt a teremben. Az biztos, hogy nekem nem múlik el olyan hét, hogy legalább egy nem budapesti vidéki helyszínre tegyek látogatást, és hát meg kell mondanom, hogy elképzelhetetlen viszonyok vannak, nem csak a cigány telepeken, hanem úgy általában a kis falvakban, kis településeken. És az Európai Uniós forrásokat mégis igénylik ezek a települések, és hogyha igénylik, akkor valahogy mégsem működnek azok az integrációs programok, amelyeket foglalkoztatás témakörben elindítottak, amelyek csak és kizárólag a közmunkaprogramig terjed. A közmunkaprogram, mint ahogy tudjuk, magyar jogszabály igazgatja, amelyik kimondja, hogy egy X idő eltelte után, nem tudom pontosan most a jogszabályt idézni, nem jár több foglalkoztatási lehetőség, és az egyénnek saját magának kell megoldani a saját sorsát és a további foglalkoztatását. Mostanában finomítottak rajta, és amíg képviselő voltam, és volt alkalmam néha még időben értesülni azokról a dolgokról, amelyek a foglalkoztatás területén európai uniós programokat terveztek 2005-ben, 2006-ban, akkor nagy erőfeszítések árán sikerült azt elérni, hogy vegyék be ezekbe a közmunkaprogramokba, meg egyéb más foglalkoztatási programba a 8 osztályt nem végzetteket is a hátrányos helyzetűek csoportjából. És csak is azért, mert technikailag bonyodalmas lett volna, de végül is sikerült megoldani, de akkor az volt a magyarázat, hogy azért nem ékelik be azt a kis kétszavas, háromszavas kifejezést oda, mert hogy akkor az egyeztetéseket újra kell indítani, és ez az időben nagyon korlátozza a lehetőségeket, és nyilván megvan az a Unió, meg más egyéb hatóságok által, hogy milyen idő intervallumban lehet dolgozni, vagy meddig kell beadni egy-egy ilyen pályázatot, idézőjeles pályázatot. De aztán végül is sikerült, és az egyeztetéseken is hamar végigment, mert hogy ez akkor kiszámoltuk valami hátrányos helyzetű csoportoknak egy igen jelentős százalékát érintette, és nyilván mivel nincsen statisztika a származásról, hál' Istennek, fűzöm hozzá, ezért nem lehet tudni, hogy mely csoportot érintette ez igazán, és mégsem változtatta meg, nem csak azért, mert mondjuk 20-30% körül sikerült bevonni azoknak a körét, akik egyébként az eredeti terv szerint nem kerülhettek volna bele, hanem más egyéb probléma miatt, amelyeket most nem fogok sorra venni, önkormányzati gazdálkodás, helyi előítéletek, más is elveszítette a munkáját, nem csak a romák, és még sorolhatnám azokat az indokokat, amelyek meghatározzák egy település gazdálkodását, és így nem működnek, nem csak ezek miatt a problémák miatt, hanem más egyéb érdekellentétek és a többi ügyek miatt sem a foglalkoztatás, sem pedig más program. A lakhatási kérdésekben hazánk telepfelszámolási programja csodálatos papíron, bár még én nem olvastam ki belőle, hogy mit is jelent pontosan, mi a definíciója a kormányprogram szerint a telepfelszámolásnak, mert mindig azt mondja, hogy telepet felszámolni kell, de az, hogy mit jelent ez konkrétan, gyakorlatilag, hogy leegyszerűsítjük a dolgot, azt jelenti, hogy erőszakos betelepítések vagy kitelepítések lesznek, meghatározzuk, hogy minden harmadik ház cigányháznak kell lenni, illetve cigányok által lakott háznak kell minősíteni.
vagy azt jelenti, hogy a most meglévő cigány telepeket, gettókat renováljuk, és egy jobb minőségű csatornázott, aszfaltos úttal ellátott területet fogunk kapni. Még nem tudom, meg még nem írta le senki, hogy ez mit jelent, de létezik telepfelszámolási programja a kormánynak, és ugyan kicsit szégyeltem magam, amikor ezzel büszkélkedtem az Európai Parlamentbe, de mégiscsak lássuk, be van egy ilyen programunk. Még sincsen annak sem eredménye. Egy-két faluban elkezdődött a házaknak a megvásárlása, hogy a szociálpolitikai támogatással kombinálva valahogy fiatal házaspároknak juttattak ingatlanokat, vagy építési lehetőségeket, de hát ezek vagy egy újabb gettót kreáltak, eredményeztek ezek az intézkedések, vagy elkezdtek a többségi társadalomhoz tartozó egyének, akik nem igazán, hogy is mondjam, előítélettel rendelkeznek, aláírást gyűjteni a család ellen, hogy megakadályozzák a beköltözését a falu központjába, vagy a város központjába, ahol éppen vásárolták azt az ingatlant. De hogy mondjak egy szórakoztató példát is, bár nagyon nem szórakoztató, hogyha a lényegét vesszük ennek a példának, a szlovákok megirigyelték a mi előjáróságunkat roma ügyben, és úgy döntöttek, hogy ha mi oktatási programmal álltunk elő, akkor ők a lakhatási témakörben fognak valami újat és jót mutatni, és azt mondták, hogy mivel ők tudják, hogy mi romák természeti nép vagyunk, ezért nekünk faházakban a legjobb lakni, és ezeket a faházakat egy erdő közepébe telepítették be, természetesen infrastruktúra, közlekedés, egyéb más lehetőségek nélkül, tehát sokkal nagyobb problémát okoztak ezzel az új modell programmal, amit Szlovákia előszeretettel alkalmaz a roma állampolgáraikkal szemben, illetve a roma kisebbséghez tartozó szlovák állampolgárokkal szemben. És hát most éppen azért tárgyaltam a múlt héten Göncz King, a szocialista képviselővel, európai parlamenti képviselővel, hogy próbálja megakadályozni, mert nekem már nincsen lehetőségem, hogy ez a nagyszerű modellprogram, erre még pénzt is adjunk mi a saját adóforintunkból, ugyebár, és ezek nyilván az építkezés témája, ez nem egy 2 eurócentbe kerülő program. Mi volt? A lakhatásról beszéltem, oktatásról beszéltem, foglalkoztatásról igen, és az egészségügy maradt ki. Egészségügyben csak a problémák identifikálásában vagyok egyelőre kiképzett, vagy még ott sem teljesen, és itt sem sikerült senkinek sem letenni egy olyan dokumentumot az asztalra, amelyik megmondja, hogy milyen oktatási program, vagy milyen egészségügyi programot kell ahhoz létesíteni, hogy a romák egészségügyi helyzete megváltozzon. Az biztos, hogy sokat tehetnénk azzal, hogyha ezek a programok valamennyire összekapcsolódnának egymással, és például az infrastruktúra pályázatomat, amikor én polgármester beadom, és csatornát építek, vagy aszfaltos utat, vagy ilyesmit, és nem hagyom ki a cigánytelepet abból a pályázatból, mert az kellene, hogy legyen a legsürgetőbb, hogy oda építsenek csatornát, aszfaltos utat, hiszen ez megint csak összefügg azzal, hogy azt mondják az iskolába, hogy miért van az, nem kerül pénz, hogy letakarítsák a gyerekeknek a sáros cipőjét és a tisztaságot, ezáltal ugye nem kell anyagilag szponzorálni, de mégis sáros cipővel mennek be a cigány gyerekek, mert nincsen aszfaltos út, és hogyha ez szül egy olyan előítéletet vagy konfliktust az óvodában, iskolában, amit később aztán csak a jó Isten tud helyrehozni, hát bizony át kell gondolni 100 000-szer, mielőtt még bárki is bármilyen programot letesz az asztalra, és aztán meg még társítanak hozzá költségvetést is. Úgyhogy én nem tartom magamat alkalmasnak arra, hogy ezekbe olyan felelősséget, olyan mértékű felelősséget vállaljak, hogy én magam írjam le ezeknek a problémáknak a megoldási alternatíváit, és éppen ezért teljesítettem is a házi feladatot, meg nem is,